Jó estét kívánok! Önök a Magyar Világot látják a tartalomból. Márai Sándor kassája és kassa Márai Sándora. 10 éves az Óbecsei Tanemlékház. Szoboravatás zavargásokkal. Híreink bővebben. Márai Sándor világhírű író 1900. április 11-én született Kassán. Élete jelentős részét emigrációban töltötte, de Kassa megőrizte emlékét. Aki Kassán született, fővárosi embernek született. Ez a fővárosiasság áruhában járt. Nem volt föld alatti villamos vasútja, proletár tömegekkel megtömött külnegyedei, nem voltak rossz szobrai a köztereken, sem zagyva utcái, ahol zengerályok és a kirakatba akasztott külföldi divatlapok jelképeznek egy mesterséges városiasságot. Kassa főváros volt. Szerény, makacs és jelképes módon uralkodott egy országrész fölött, politikai eszközök nélkül. Mert szobáiban, lakosai lelkében, a város levegőjében és lélegzetvételében élt egy titokzatos igény, mely a kövekből várost, a kövek közé gyűlt emberekből polgárt, a polgárságból szerepet és hivatás érzetet tudott elővarázsolni, írja Márai Sándor. Kassa meghatározó és sokszínűen jelenik meg életében. Gyermekkora, a polgári családi légkör, iskolái, első írói, újságírói próbálkozásai is idekötik. De a legfontosabbnak a 20. század elejé város megismételhetetlen hangulatát említi műveiben. Itt szívta magába a polgárságot, azt a végvárosi polgári kultúrát, amelyiknek élete legszebb, igaz és emberi, európai emlékeit köszönheti. A Grossmit család 1912-ben vásárolta meg ezt a Kassa belvárosában található Mészáros utcai házat. Márai Sándor három testvérével, Gézával, Katókával és Gáborral, valamint szüleivel az emeleti lakásban élt. Itt ezekben a helyiségekben nőtt fel. Volt egy kandallós családi ebédlőjük. Jó időben, tavasztól őszig a verandán étkezett a család. Volt egy könyvtárszobájuk, gyönyörű festményeik, egy szalon, ahol a vendégeket fogadták. Oroszlán barlangnak hívta a család az édesapa, dr. Grossmit Géza ügyvéd és királyi közjegyző szobáját. A polgárt róla mintázta Márai, s bár eleinte lázadt ellene, azért lett a polgárság írója, mert magáévá tette és elfogadta értékrendjét. Rendben, 2019-ben a magyar kormány támogatásának köszönhetően megvásárolt házrészben nyílt meg az író életét és műveit bemutató, a világon egyedülálló állandó emlékkiállítás. Visszakerült az eredeti bútorok egy része, Márai Sándor földgömbje, az itt kiállított könyves szekrényt az Egy polgár vallomásaiban leírtak alapján rendezték be. Hatalmas szenzációként Kassára került, és itt a múzeumban lett kiállítva az az 59 évig elveszettnek hitt eredeti Márai Sándor portré, amely a 14 éves írót ábrázolja. A Kamasz című olajfestményt nagybátyja, Franz Wiesenthal bécsi festőművész készítette. A Szent Erzsébet dóm szülővárosa időtlen remeke, a Megaj cukrászda, a Széchenyi liget, az Úri korzó, a Premontrei rendház és templom mind-mind Márai Sándor gyerek és ifjú korának kassai meghatározó helyszínei. Egyszer Rákóczit hozták haza reggel, kézen fogva vitt apám a menettel. A dóm úszott a ködben, mint egy várron, valami nagy és biztos-e világon. Kassa és a kassaiak Márai Sándorja létezik. A helyi magyar szervezetek együttműködésével minden éven megemlékeznek az íróóriás születésnapjáról. Ilyenkor a költészet napját is ünnepelve a róla elnevezett téren, szobra előtt tisztelegbe gyűlnek össze a kassaiak. Méltón viseli nevét és ápolja hagyatékát a város egyetlen magyar tannyelvű általános iskolája és gimnáziuma. Márai Sándor 1919-ben hagyta el szülővárosát, de Budapesten töltött évei során több alkalommal visszajött nosztalgiából vagy családlátogatásra. Egyik alkalommal így fogalmazott: Kassán másképpen járok, mint akárhol a világon. Nem kell megfontolnom lépéseimet, csukott szemekkel is végighaladok utcákon, befordulok utcasarkakon vagy házok kapuján. Ezt a várost nem lehet megmagyarázni. Kassa nem szép, Kassának lelke, életmódja, titka van.
A mostani már egy másik Kassa, de ide is szeretettel jönnek az elszármazottak, és érdeklődéssel a világ minden részéről azok, akik Márai Sándort, illetve az ő nyomait keresik a városban. 10 évvel ezelőtt adták át rendeltetésének Óbecsén a tanemlékházat. A jubileumot alkalmi ünnepséggel és Krabány Viktor festőművész kiállításának a megnyitójával ünnepelték. Interaktív tudományos park, festményreprodukciók, kémiai kísérletek, műhelymunkák, a névadók szellemi örökségéhez híven azok egykori szülőházában, főleg Tán Mór festészete és Tán Károly kémiai munkássága köré épültek fel a tartalmak. Rengeteg új a tevékenységbe kezdtünk bele, például ilyen a könyvkiadás, tehát 3 könyvünk jelent meg idáig, és most a 4. tervezzük. Például ilyen az újság, ugye a tavalyi évben indítottuk meg az Óbecse és Vidéke újságot. Például ilyenek a nagyobb fesztiváljaink, mint például a Gasztrofesztivál, vagy a Palacsinta Fesztivál, vagy a Méz és Bor Fesztivál. És ilyenek azok az interaktív programok, amelyeket az iskolán kívül szervezünk a gyerekeknek. A Magyar Nemzeti Tanács rendszeresen támogatja az intézmény működését. A Tánház Óbecsén a helyi magyar közösségi élet, ezen belül a kultúra, az oktatás és a tudományosság egyik kulcsfontosságú helyszínévé vált. Mindezek mögött, ahogy a minden egyes rendezvény mögött, ott állnak a célkitűzések mögé felsorakozó emberi értékek. Emberi tényezők, így a kitartás, a töretlen igyekvés, a munka és az építő szándék. És mindezek mögött ott áll a Magyar Nemzeti Tanács is. Szórakoztató kémiai kísérletekkel is emlékeztek Tán Károlyra. Szakálla Zsolt tartományi oktatási titkár is tűzbe tette kezét a vegyészként világhírt szerzett kémikus eredményei előtt. Minden ilyen típusú kezdeményezés, amely civil szerveződésként indul meg, nagyon fontos számunkra. Miért? És elsősorban, mivel a közszféra úgymond egyes momentumaiban nem igazán tudja felismerni azokat a lehetőségeket, amely a civil szerveződéseknek adottak. Így magában a TÁN értelmiségi kör is egy olyan civil szerveződés, amely megragadta a lehetőséget és az alkalmat. A jubileum alkalmából az intézmény új szárnyában Skrabány Viktor óbecsei festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás. A közönségnek azt üzenem ezzel a kiállítással, egyik fő dolog, hogy meglássák az én fejlődési szakaszomat. Tehát születésem után nagyon hamar rájöttünk, hogy én nagyon erős velem született színérzékkel rendelkezem. És ahogy bírtam jobban mozogni, a révai lexikonból kitéptem a színes lapokat. Az impressionisták és Rubens reprói voltak. Skrabány Viktor kiállítása május 31-ig tekinthető meg az óbecsei Tán emlékházban. Bár román szélsőségesek megpróbálták megakadályozni, felavatták Nagy Károlyban Kölcsey Ferenc szobrát. Novák Katalin és Kelemen Hunor is arról beszélt az ünnepségen, hogy a kitartás nehéz időben is képes megvédeni a közösséget. Csendesen készülődtek Nagy Károly központjában Kölcsey Ferenc szobrának felavatására, amik meg nem érkeztek a városba a Nemzetútja mozgalom messziről ide csődített hívei. A szélsőségesen magyar ellenes szervezet vezetője napok óta arra buzdít a közösségi oldalán, hogy minél többen tartsanak vele, hogy megakadályozzák a szobor felavatását és a magyar himnusz eléneklését. Ez Románia, ez a mi hazánk. Erdély örökké román föld marad, feliratú molinókkal is azt jelezték, hogy nem értenek egyet azzal, hogy a magyar himnusz szerzőjének szobra álljon Románia közterein. A rendfenntartó szervek hiába próbálták megakadályozni, hatalmas román zászlót feszítettek ki a szoboravató ünnepséget elhatároló kordonra, majd hangoskodással próbálták elnyomni az ünnepség hangját. Felszólaló Novák Katalin köztársasági elnököt, Kelemen Hunor miniszterelnök helyettest és Kovács Jörnök polgármestert is kifütyölték, és durva magyar ellenes rigmusokat skandáltak. Nagy Károlyban korábban már állt Kölcsey szobor, azt azonban hasonló gondolkodású ismeretlen tettesek tönkretették. Előbb megrongálták,
majd egy fűrész segítségével lefejezték. Maga a kép is elgondolkodtató, ahogy a szobrot, Kölcsey szobrát fűrésszel lefejezik. Úgy bántak el a halkszavú költő Kölcsey Ferenc szobrával, ahogy diktátorokéval vagy kulturális eltörlés korában írókkal, államférfiakkal, államalapítókkal szokás a 21. század elején. A Győrfi Lajos szobrászművész által készített emlékmű felállítását a magyar kormány támogatta. Éppen 200 évvel közös nemzeti imádságunk a himnusz megszületését követően ismét Kölcsey szobrot avathatunk Nagykárolyban. Köszönöm önöknek, hogy együtt törleszthetjük ezt az adósságot. Az ünnepséget követően a szélsőségesek trikolor zászlót borítottak a szobor fejére, mondván belőle is románt csinálunk. Kölcsey Ferenc ülőalakos szobrát reformkori oszlop töredék ékesíti a himnusz egy sorával, olyan emlékművet formálva, amely feleleveníti azt az időszakot, amikor vármegyei főjegyzői tisztséget töltött be a párciumi városban. Változó helyszínen 10 részből álló történelmi előadássorozat indult régi szakemberekkel a Felvidéken. A premier Szepsiben volt. 10 részből álló, tárgyi bemutatóval egybekötött történelmi előadássorozat indult magyarországi régész szakemberekkel a Felvidéken. A terv szerint az ország más-más településein tartják az előadásokat, amik a honfoglalók Kárpát-medencére gyakorolt kulturális, esztétikai, művészeti hatásairól szólnak. A premier Szepsiben indult. Az első alkalommal arra keresték a választ, hogy milyen volt és hogyan készült a honfoglaló magyarok messzeföldön híres viselete. Azért Szepsiben indítjuk el, mert egyrészt a rovás is innen indult, másrészt pedig édesapám itt született a mögöttem lévő református parókián, és ugye ez volt a család otthona, itt van a temetőben és a csályi kripta, tehát sokat járunk haza. Most szimbolikusan otthonról indulunk el erre a nagy útra, hogy ezt az előadássorozatot és rendezvénysorozatot megcsináljuk. A koncepció lényege az, hogy olyan sokat beszéltünk már, és olyan sokat tanultunk nagy, absztrakt dolgokról, elvont dolgokról, helyekről, időszakokról, századokról, anélkül, hogy tudnánk, hogy miről van szó. Ehhez képest megfordítjuk ezt a homokórát, és elkezdjük felépíteni arról, hogy a mindennapok hogy zajlottak. Hogyan készítették el a gyepvasból a szabját? Hogyan készült a viselet? Honnan szerezték be? Mégis minden tárgy, ami a honfoglaló magyarokat övezte, az egy műalkotás volt. Legyen az egy szabja, legyen az egy tarsolylemez, legyen az egy ruhadarab, legyen az egy nyereg. És magukhoz a tárgyokhoz való viszonyból, a hétköznapi élet és a művészet viszonyáról kezdünk el beszélni úgy, hogy a szakma legszakavatottabb régészeit, történészeit hívjuk meg, akik bemutatják a tárgyakat, hogy amiket találtunk a régészeti leletek között, abból hogyan rekonstruáljuk az eredeti technológiát. Az előadóktól többször elhangzott, hogy óriási szakadék van a hagyományos régészet, úgymond az íróasztal régészet, és a mostani kísérleti régészet között, amit az előadók is képviselnek. Ennek a projektnek, amely az Eurázsiai Sztyeppék üzenete a kortárs művészetnek címet viseli, Csai Koppany László a szülőatya. Ő keresett meg minket ezzel a gondolattal, hogy egy nagyon érdekes előadás sorozatot készített, amely 10 részből állna. Ez valójában a turáni népek és a honfoglaló magyarok viseletével foglalkozik. Milyen ruhaanyagokat, milyen mintázatot használtak, milyen volt az ornamentika, és szakavatott kutatók fogják a közönség elé tárni a kutatások eredményeit. Az előadások összefoglalásaként elmondhatjuk, hogy 10-15 évvel ezelőtt a régészetben egyre több új eredmény látott napvilágot. Hozzásegítettek a nagy építkezések, ahol kötelező a régészeti kutatás, de elsősorban az Uralvidékről jött elő a sok lelet, ami nagyon ellentmondott a korábbi elméleteknek. Ezzel párhuzamosan pedig megindult a történelemben és a történettudományban is a forrásoknak az újraértékelése. A most indult program fővédnöke dr. Hetei Ágota, Magyarország kassai főkonzulja. A kispiaci néptáncos fiúk húsvét hétfőn évről évre lovas kocsin énekelve járják a falut és megrocsolják a néptáncos lányokat. Így volt ez az idén is.
Korra reggel gyülekeztek Kispiac központjában a locsolkodni induló néptáncosok, ahol Erdélyi János várta őket feldíszített lovaskocsijával. Most megnézik, mondjuk ez a tojás van, barka, mit tudom én ilyen, ki mit tesz. Jó, és merre mennek? Tehát itt az egész falut bejárja? Hát most ahova majd parancsolják ezek a néptáncosokat, a lányokat meglocsoljuk, utána az onokámat vigyük el az osztálytársait megnézni, és akkor vagy meglocsolni, és így. Van két fiú onokám, és akkor őket. Évek óta megszervezik a hagyományos locsolkodást a kispiaci néptáncosok. A húsvéti hagyományok szerint húsvét hétfőn a fiúk elindulnak locsolkodni. Nálunk is a fiúk, a néptáncos fiúk jönnek fiekerrel locsolkodni. Hát ugye az idő miatt általában nem vízzel, hanem illatos körnivel indulunk el locsolkodni. A néptáncos lányok több helyen összegyűlnek, több családnál, és ott várják a locsolkodókat. A gyerkőcök alig várták, hogy a fiáker útnak induljon és elvigye őket az egy-egy kis piaci háznál összegyűlt néptáncos lányokhoz. Mivel locsolod meg a lányokat? Körnivel. És mit kapsz érte cserébe a lányoktól? Piros tojást, csokit. Megállunk a többi néptáncosnál, akik ugye lányok. Kölnivel szoktuk általában a kicsiket, nagyokat néha szoktuk vízzel is, hogyha jó idő van. Mosolyog a napsugár, mosolyog az ég is, locsolkodok, tojás kapok, mosolygok majd én is, szabad ellocsolni. A fiúk locsoló verseket mondtak a lányoknak, majd kölnivel öntözték meg őket, nehogy elhervadjanak. A lányok cserébe elhalmozták őket apró ajándékokkal, amit a locsolkodók kis kosárkáikba gyűjtöttek. Egész délelőtt járták a falut a kispiaci néptáncos fiúk, és ahány háznál megálltak, ott a kispiaci néptáncos lányok fogadták őket. Locsolóvers kíséretében a fiúk meglocsolták a lányokat, és cserébe ajándékként édességeket kaptak, illetve a lányok megvendégelték őket. Miközben a következő helyszínre kocsikáztak, a fiákeren már zene is szólt, a lányok itt is piros tojással és édességekkel teli kosarakkal várták a locsolkodókat. Sikerdőben jártam, zöldi baját láttam. Azt hiszitek, hogy színvak vagyok? Húzzak el, vagy locsolhatok. Miközben a falut járták, már dalra is fakadtak a locsolkodó gyerekek. Amikor a nagyobb lányokhoz értek, bizony a hideg vízzel teli vödör is előkerült. A fiúk előre eldöntötték, ki kapja a hideg zuhanyt. Nem én kaptam, a Zsóka. És szerinted Zsókának milyen érzés volt? Nincs valami meleg? Hát nem nagyon akart locsolkodni, főleg víz, inkább rám akarta passzolni, de ő neki mondták, hogy locsolják, hogy őt fogják meglocsolni vízzel. És te mit kaptál? Én parfümöt. És mivel háláljátok meg ezt a locsolkodóknak? Hát süteményekkel, csokikkal, tojásokkal, festett tojásokkal, és egy kis itallal. A kispiaci néptáncosok évről évre tesznek róla, hogy a fiákeres húsvéti locsolkodás hagyománya ne merüljön feledésbe. Amatőr színjátszás profi szinten Kassán, a részletek következnek. Márai Sándor nevét méltón és büszkén viseli az író szülővárosában működő egyetlen magyar tanítási nyelvű alapiskola és gimnázium Kassán. A tanintézmény közel 30 éve alapított diákszínpada a szlovákiai magyar amatőr színjátszás meghatározó és megkerülhetetlen eleme. Kilépsz, és eljöttök idáig, jó, előre, és akkor innen ide. Bodon Andrea magyar szakos pedagógus vezetésével működik az 1996-ban alapított Kassai Gimnazisták Színjátszó Társulata a Márai Sándor Gimnáziumban Kassán. Az életemet, gyermekemet, tehát nagyon sokat jelent. Az életem nagy részét ezt tölti ki. Nagy az érdeklődés mindig a színjátszó csoport iránt, és ennek örülök. Nem egy társulati tagunk ugye választotta a színészi pályát,
Úgyhogy nagyon örülök annak, amikor volt KGSZ-eseket a színpadon vagy a televízióban láthatok, televízió képernyőjén, és örülök annak, hogy végül is nálunk kezdték. Mondják azt, hogy a színjátszó társulatban működni azért is jó, mert magabiztosságot kölcsönöz a színpadon való munka. A Petőfi 200 emlékév kapcsán Jajgatunk, skacagunk címmel lírai összeállítást készített a társulat. Petőfi verseiből készítettem jeleneteket, ezt egy egészé fűztük. Igyekeztem az ismertebb verseket mellőzni, bár egy-kettő megtalálható benne, illetve hát ilyen vers töredékek, és a vers töredékeket fűztem össze jelenetekké, és ezáltal igyekeztünk egy képet adni Petőfi életéből. Világtörténet. Négy csodálatos könyv. Mindenki mást olvas belőle. Egyiknek üdv, másiknak kárhozat. Ez még a gimnázium tornaterme, ahol rendszeresen próbál a társulat. Képes Lóránt, harmadikos gimnazista alakítja Petőfi Sándort. Abszolút kihívásként gondoltam rá, és nagy feladatként. Minden egyes próba előtt, és most már fellépés előtt is igazából megkérdőjelezem magamban, hogy hitelesen tudom-e alakítani Petőfit, vagy hogy én lényegében a játékom visszahozza-e a költő szellemületét, lelkét, és ez igazából tényleg az, hogy nagy felelősség. Világtörténet. Mind csodálatos könyv. Mindenki mást olvas belőle. Egyiknek üdv, másiknak kárhozat. Ez pedig már a Kassai Tália Színház, ahol többek között a KGSZ-ések színpadi összeállításával emlékezett és ünnepelt március 15-én a magyar közösség. De térjünk vissza a Márai Sándor nevével fémjelzett iskolába, a tanintézményben működő társulat példaértékű munkájához. Én szavalóversenyekre is szoktam járni, és hát így kifejezhetem érzelmeimet, és örömmel csinálom. Kiélhetem magamat, és lehetek egy olyan ember a szerepeknek köszönhetően, aki talán soha az életemben nem lehetnék. Az elmúlt évtizedek során 15 színdarabot és ugyanennyi lírai összeállítást készített a társulat. Előadtak már musicaleket, klasszikus és abszurd darabokat, mindig a változatosságra törekednek. Siriló Eszter mostani igazgatóhelyettes volt a társulat egyik lelkes alapító tagja. Egy ilyen elvetemült pici ötletből lett aztán egy ilyen régóta csodálatos sikereket elérő és működő valami, ami azóta is nagy örömet okoz. Szerintem mindenkinek, aki ebben részt vesz, kimondottan szereplőként, de akár technikusként, világosítóként rengeteg különböző ember fordult meg a KGSZ környékén, a színész gyerekeket leszámítva, tanárok, akik besegítenek, szülők, akik díszletet gyártanak, cipelnek A-ból B-be gyerekeket. Törekedett a KGSZ mindig arra, hogy színdarabok készüljenek. Ugye azért a vers szeretete, és hát a Márai Sándor gimnáziumban vagyunk, tehát Márai hagyatéka az nem tud minket elkerülni, tehát mi nem tudjuk kikerülni azt, hogy mi tovább vigyük az irodalmi oldalát is a színpadi játéknak. 2020-ban készült Márai műveiből is egy összeállítás, úgyhogy én meg vagyok róla győződve, hogy ilyen szempontból mi abszolút méltón viseljük iskolaként a Márai nevét, és próbáljuk ezt a hagyatékot élni. Tehát nem ápoljuk, hanem éljük a mindennapi életünkben a versmondókkal, a lírai színpad szereplőivel, a KGSZ színpadi játékával, mindenhogyan. Ezt próbálják tenni a városban élő magyarok is. Kassán Márai Sándorról teret neveztek el, szobrot állítottak tiszteletére, és 4 éve megnyitották az író életét bemutató, a világon egyedülálló állandó emlékkiállítást. Ennyi fért mai adásunkba, várom Önöket a jövő héten is itt, a Magyar Világban. A viszontlátásra!